Pedofil botrány Zalában? Az Origó ma reggel közölt cikket egy zaklatással vádolt dél-zalai tanárról, a rendőrség viszont veszélyeztetés miatt nyomoz. Gála. Bemutatta legújabb és legsikeresebb produkcióit a Sketch. Elindult a művészeti fesztivál. A Város Vegyeskara nyitotta a programsorozatot. Jó estét kívánok, Tar Mihály vagyok, ez a Kanizsa TV híradója március 21-én kedden. Jönnek a részletek. Kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt folytat eljárást egy 61 éves férfivel szemben az Alavár megyei rendőrfőkapitányság. Az ügy ma reggel jelent meg az origo.hu weboldalon. Alap tényként közli, hogy a pedagógus 7 éves gyerekeket zaklatott szexuálisan. Ezzel szemben szerkesztőségünk információi szerint az ügyben nincs szó sem pedofiliáról, sem szexuális visszaélésről. Az Alavár megyei rendőrfőkapitányság kiskorú veszélyeztetése miatt folytat eljárást ebben az ügyben. Egy 61 éves férfit hallgattak ki gyanúsítottként, a rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit. Ezt a tájékoztatást kapta a rendőrségtől az Origó újságírója is. Ma reggel mégis tényként állították a cikk címében, hogy 7 éves gyerekeket zaklatott szexuálisan egy tanár Zalában. Az írást azóta számos sajtóorgánum átvette. A 2022. áprilisában indított vizsgálat azonban kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt zajlik, ami teljesen más bűncselekményi kategória, ebben nincs szó szexuális cselekményekről. Az Origó cikke így fogalmaz. A szerkesztőségünk által megismert történetet mind a tankerület, mind a rendőrség megerősítette. Kerestük a tankerületet, valóban megerősítették-e ezeket a híreket, de adásunkig nem kaptunk tőlük választ. Két órás gála műsort tartott a Sketch Dance tánccsoport pénteken este a Hevesi Sándor művelődési központban. A programon az Egyesület valamennyi korosztálya megmutatta tudását. Az idén 25 éves tánccsoport tagjai 22 produkcióval álltak a színpadra, a közönség mintegy 140 táncost láthatott a különböző koreográfiákban. A fiatal tehetségek csoportban, párosban és egyéniben is bemutatták azokat a gyakorlataikat, amelyekkel a következő évben szerepelnek a versenyeken, vagy az előző években nagy sikert arattak. Széchenyi Kápolnás Edina, az egyesület vezetője elégedetten értékelte a gálát. Nagyon sok versenyszámot most láthatott először a közönség, ezért ez ugye nekünk is nehéz volt, hiszen most készültek el a ruhák, a díszletek, de úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült a gála, hiszen ennek most nem az volt a lényege, hogy minden maximálisan jó legyen, hanem hogy jól érezzék magukat a gyerekek, a szülők és a közönség. Az új produkciók többsége a hamarosan kezdődő versenyszezonban is főszerephez jut. A Sketch táncosai számára az év legfontosabb megmérettetése a Balatonfüredi kontinens viadal lesz, ahol minden versenyszámban jó esélyük van arra, hogy képviseljék Magyarországot és egyben Nagy Kanizsát. A Magyar Látványtánc Sportszövetségben versenyzünk. Először lesz egy kvalifikációs verseny, aztán egy országos bajnokság, és az országos bajnokságról pedig tovább lehet jutni az Európa bajnokságra. A szervezők a programot direkt úgy alakították ki, hogy az elgondolkodtató előadások mellett a szórakoztató és szívhez szólóbb koreográfiák váltsák egymást. Az egyik legnagyobb sikert az óvodás korosztály produkciója aratta, a legkisebbek még a tanárukkal együtt léptek színpadra. Elkezdődött az idei tavaszi művészeti fesztivál. A hétfő esti nyitányon Nagy Kanizsa város vegyeskara koncertezett a HSMK-ban. A helyi kulturális élet szereplői mellett országos és nemzetközi hírű művészek is fellépnek a két héten át tartó esemény sorozaton. Amint egy két évtizedes múltra visszatekintő fesztivál, ezúttal is színes programokat kínál a látogatóknak. Április 4-éig várják programokkal a kultúra kedvelő közönséget a Hevesi Sándor művelődési központba.
Nagyon nívós eseményeket szerveztünk ennek a közel két hetes programsorozatnak a jegyében. Összesen 8 programra várjuk őket szeretettel. Kezdetnek kórus muzsikát kínáltak a szervezők, hiszen az 1975-ben alakult, számos díjjal és elismeréssel büszkélkedő Nagykanizsa város vegyes kara lépett színpadra. A tavaszi Zsongás című koncerten egyházi és világi művek hangzottak el, amelyek jól tükrözik mind az egyetemes, mind a magyar kultúrát. 2017-ben volt szerencség ezt a tavaszi fesztivált utoljára megnyitni, most idén felkértek bennünket, hogy újból tegyük ezt, meg nagy örömmel teszünk ennek eleget. Már csak azért is, mert április 2 és 5 között Budapesten nemzetközi kórusversenyen fogunk részt venni, és ezen a koncerten a két kategória összesen 8 kórusműve fel is fog csendülni. Fölfoghatjuk egyfajta főpróbának is, de mi nem annak fogjuk fel természetesen, hanem a legjobb formánkat akarjuk nyújtani, hiszen már megszakadta a közönség jó pár éve, hogy egy egészen magas színvonalon teljesítő énekkart hallhat itt Nagykanizsán. A fesztivál pénteken jazz zenével folytatódik, de gyerekprogram, könnyű zene, színház és pódium est is szórakozást kínál a majd 2 hét alatt. A 4,5 millió forintos összköltségű eseménysorozatot Nagykanizsa önkormányzata és a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetsége mellett a Nemzeti Kulturális Alap is támogatta. Varga László megyés püspök mutatott be búcsúi szentmisét hétfőn este az alsó templomban. Március 19-e a plébánia védőszentje Szent József, valamint a hívők körében egyben az apák ünnepe is. A célok, az elvárások és a hit összekapcsolásának fontosságára világított rá prédikációjában a kaposvári egyházmegye püspöke. Mint mondta, sokan, miután rádöbbennek, hogy mást mutat a valóság, mint korábbi álmaik, elmenekülnek az akkori életükből. Számos alkalommal Istentől várják a megoldást, de a főpásztor szerint másként lehet csak meglátni az ő terveit. A szentmise végén Csorba Tamás plébános szeretett vendégséggel fogadta az egyházközség híveit. Isten álma mindannyiunkról az, hogy szentek legyünk, miként ő maga, aki megálmodott bennünket, megalkotott bennünket, megteremtett bennünket, szent. Mindegyikünket szentnek szeretne látni. És Isten nem fantáziál, nem álmodozik, hanem az ő álma igaz. Csak mi nem akarunk szóba állni az ő álmaival. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Az erdők nemzetközi napja. Bővült a Zalaerdő ZRT időspirálja a Csónakázótónál. Megyei döntő. A legtehetségesebb sakkozók mérték össze tudásukat a Körösiben. Újabb facsemetével az év fájának választott Vénic szillel bővült a Zalaerdő ZRT időspirálja a Csónakázótó mellett. A kiválasztott fafaj 860 voksal nyerte meg az idei versenyt. Magyarországon az évfája mozgalom 1996 óta él. A kuratórium munkásságának köszönhetően azóta minden esztendőben szavazás alapján dől el, melyik legyen az a bizonyos fafaj, amelyre leginkább felhívják a figyelmet az adott évben. A kezdeményezéshez a Zalaerdő ZRT és az Országos Erdészeti Egyesület nagykanizsai csoportja is csatlakozott, így született meg az időspirál 10 évvel ezelőtt. Már a minden esztendő győztes fája megtalálható a spirálon. Mint ahogy Varga Attila, a Zalaerdő ZRT vezérigazgató helyettese fogalmazott, magyarországi őshonos, ám nem minden esetben állományalkotó fafajokról van szó. A Vénic szil, ahogy a nevéből is látszik, a szilek közé tartozik. Azon belül is általában folyóparti, ártéri, vizesebb élőhelyeket kedvel. Úgyhogy itt, hogyha körülnézünk ezen a helyen, gyakorlatilag ő most az élőhelyén van. Tehát ez most egy olyan fafaj, amit a Csónakázótó térségében, akár az erdőben is, vagy a patakparton is előfordulhat.
Amúgy nem egy látványos fafaj, nem is nő túl magasra, az erdőkben elszórtan lehet megtalálni, 25 méter magas maximum. A szilek egyedszáma drasztikus módon megcsappant hazánkban, ami az 1930-as években bekövetkezett szilpusztulás következménye. Mindez a klímaváltozás, majd a legyengült állományoknál a rovar és egyéb gombafertőzések eredménye. A klímaváltozás a mai magyar erdőkre és fafajokra is nagy veszélyt jelent. Megtartásuk és megóvásuk az erdőgazdálkodás kiemelt célkitűzése, emelte ki Varga Attila az Erdők Nemzetközi Napján. A város nevében Balogh László polgármester köszönte meg az Alerdő ZRT munkásságát. Hála Istennek, ez egyre inkább számunkra természetessé válik oly módon, hogy érezzük a fának, mint szimbólumnak, talán az egyik legerősebb szimbólum a világban. Tehát annak a fontosságát. A Vénit Szil 860 szavazattal nyerte el a 2023-as évfája címet. A második helyen 569 voksal a kecskefűz, míg a harmadik helyen 496 kattintással a rezgőnyár végzett. A Körösiben tartották a 2022-2023-as tanév SAK Diákolimpia megyei döntőjét. A területi versenyekre rengetegen jelentkeztek, így Nagykanizsán, Zalaegerszegen és Lentiben is rendeztek selejtezőket. A fináléban minden korcsoportból külön a fiúk és a lányok az első három helyezett vehetett részt. Ez egy rendkívül fontos esemény, hiszen az iskolákban több helyen zajlik sakkoktatás, ennek megfelelően külön edzőtermekbe járnak a fiatalok, sokan közülük az alaegerszegi Csuti, illetve a nagykanizsai Tuxera Aquaprofit NSK versenyzői, árulta Kercs Maric József szervező. Ezek a gyerekek az iskolájukban is egy kis, mert meg tudják mutatni a többi tanulónak, akik csak amatőr szinten vagy éppen hobbi szinten sakkodnak, hogy hova lehet érkezni, vagy hova lehet jutni, milyen szintre. Egyre népszerűbb lesz a maga az oktatás is, most már több iskolában is folyik nálunk, Nagykanizsán is tanítás. Van a Polgári Juditnak a sakkpalota programján keresztül a pedagógusok, aztán több iskolában pedig az edzők, többek között én is tanítom a különféle korosztályokat. A nagykanizsai Körösi Tagintézmény nem véletlenül adott otthont a megyei döntőnek, hiszen sokan a sakk helyi fellegvárának tartják az iskolát. Az érdeklődés szerintem a gyerek belsejéből fakad, mert játék a sakk. Tehát ha úgy indítunk, hogy játék, akkor érdekli a gyereket. És utána lehet tovább fejleszteni ezt a játékkészséget. Oszkál, Kercs Maric úrék és a kanizsai klubnak a megléte támogatása a szerepe. Valóban bő az utánpótlás Nagykanizsán. A 13 esztendős Tóth Bence például 5 éve sakkozik, barátai által fogta meg a játék, és már több versenyen túl van. Szerintem azért is jó, mert ez egy ilyen közösség, mint sakkosok, és nagyon jó például tehát az iskolában is, hogy a gondolkozásban így segít, és hát igazából így barátokat szerezni arra is teljesen jó. A megyeiből az országos döntőbe jutottak a legjobbak. Az országos mezőnyben szerepelni pedig nem pusztán dicsőség, a 6 korcsoport első 3 helyezettje 10 pontot kap a felsőoktatási felvételéhez. A szervezők szerint ez óriási motiváció a gyerekek számára. Sikeresen szerepeltek hazai medencében a nagykanizsai utánpótlás vízilabda csapatok vasárnap a kanizsai úszodában. A KVS-e tehetségei 3 korosztályban is felülmúlták a Budafóka esegárdáit. A legnagyobb arányú sikert a fiús erdőlő országos bajnokságban szereplő korosztályos gárda aratta, amely 24-0-ra múlta felül fővárosi ellenfelét. Az egyoldalú találkozón Zambó Márk 6-szor, Vejt Márk és Kuruc Lázár 5-ször vette be az ellenfél kapuját. Jellemző volt a játékképére, hogy a hazaiak az első, illetve az utolsó negyedben is 7 gólt szereztek. A gyermekkorosztályban eddig veretlen csapat hasonló magabiztossággal uralta a saját meccsét. Itt az 5 gólos N. Horváth Zsigmond és a 4 találatig jutó Szabó Samu vezérletével 17-4-es siker született. A legnagyobb küzdelmet az ifjúságiak vívták, ezen a találkozón a vendégek szinte végig tartották a lépést, de a KVS-e 10-8-al jobbnak bizonyult. Érdekesség, hogy Kuruc ezen a mérkőzésen is vízbe szállt, itt Mester-3-ast elérve volt csapata legeredményesebb játékosa. 12-6 arányban győzte le a házigazda Kanizsa Sörgyár Ese a Mohácsi tél gárdáját szombaton, így a kanizsaiak továbbra is veretlenül vezetik az asztali tenisz MB2 délnyugati csoportját.
A Mohács együttese az MB2 középmezőnyében foglal helyet, de nem csupán a papírforma, hanem az egy héttel ezelőtti pécsi győzelem is felszabadultá tette a kanizsai csapatot. A győztes szombati találkozót Berdár Norbert hozta 4 ponttal, Biherc Tamás szintén 4 ponttal, Zborai Gyula 3-mal és a Berdár-Biherc páros 1 ponttal. A Pécs ellen is ugyanúgy készültünk, mint erre a meccsre. Persze egy kicsit az emberben benne van, hogy ez egy kicsit gyengébb csapat, de nem szabad lenézni senkit, mert a labda gömbölyű, és van olyan, hogy valakinek elsül a keze, úgy mondjuk a szaknyelven, és akkor akármilyen jó játékos vagy, egy gyengébbtől is ki tudsz kapni, mert minden jön neki. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Pedofil botrány Zalában? Az Origó ma reggel között cikket egy zaklatással vádolt dél-zalai tanárról, a rendőrség viszont veszélyeztetés miatt nyomoz. Gála. Bemutatta legújabb és legsikeresebb produkcióit a Sketch. Elindult a művészeti fesztivál. A város vegyeskara nyitotta a programsorozatot. Ez volt a Kanizsa TV híradója március 21-én kedden. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön kulturális magazinunk a Kanizsa Kult Vukanitával. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Köszönöm a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra!